Összesen 19. osztályos diák kezdte meg tavaly szeptemberben szakmai gyakorlatát a Duokor BT-nél, ahol a gépi forgácsolás pontos technikáját sajátíthatják el elsősorban. A közelmúltban sikeres vizsgát tettek mindannyian, ami nem csak számukra, de a cég számára is pozitív, hiszen amennyiben a diákok végeznek, akár el is helyezkedhetnek a BT-nél. Tudtuk meg Gábor Zoltán ügyvezető igazgatótól, aki a fókuszban azt is kifejtette, a következő tanévtől újabb diákok felvételét tervezik. A szakmai gyakorlat részleteiről Balás Ferenc szakoktató beszélt, így a ma esti fókuszból az is kiderül, pontosan milyen körülmények között végzik a munkát a tanulók és milyen eredménnyel. Hírháttér magazinunkkal 18 óra 15 perckor jelentkezünk.